Közel 200-an vágtak neki a 2020 méteres távnak a bonyhádi malackergető futáson. Ezúttal három helyi atlétikai klubban versenyző futólány vállalta be a malac szerepét és húzta meg az élsportolókból, amatőr atlétákból és mozogni vágyokból álló mezőnyt. Az idén hatodik alkalommal lebonyolított verseny megrendezésében több szervezet is összefogott. Egy önkormányzati pályázatnak köszönhetően összeget is tudtunk mellé csatolni, tehát most az Atlétika Klub Bonyhád a főszervező, az önkormányzat ugyanúgy társszervező, és nagyon sok segítőnk van, aminek örülünk és hálásan köszönjük, hogy így meg tudjuk szervezni. A befutók ebben az esztendőben éremmel is gazdagodva zárhatták a 2019-es évet. Igen, megyünk végig a hátán! Megyünk végig a hátán! Figyelj, jobb harizom, csapkod meg! Közösen melegítettek be Tolnán az óév utolsó sporteseményének is mondható, minden korosztályt megmozgató szilveszteri futóverseny előtt. Szájhagyomány útján terjedően először a Tovább Szabadidős Társaság tagjai, később az egész város is már csatlakozott hozzánk, és így aztán most minden 31-én az óévet búcsúztatóan 2019 méterrel hangolódunk rá az éjszakai bullira. A karácsonyi és szilveszteri lakomázások ledolgozása mellett a sportolás népszerűsítése is cél volt Tolnán. Nagyon szeretünk sportolni, ugye Tolnán a kajakkenu rendkívül népszerű, és ugye a kajakosok is. Így mi is futunk, így búcsúztatjuk az új évet, és köszöntjük az új évet. Az idejében a kisfiam képviseli a családot, én majd csak szurkolok neki nagy szeretettel. Pakson a térkép alapján 17 gyűjtőpontot kellett megtalálniuk a futóknak, akik tömegrajttal kezdték az év utolsó versenyét. 25 perc állt a rendelkezésükre, ez alatt minél több pont összegyűjtése volt a cél. 6 éves talán a legfiatalabb versenyző, Hans Alán, a legidősebb az pedig 65 fölött van, hát pontosan nem tudom. Zenében olyan 30 körüli a létszám. Itt a legjobbak jutalma egy üvegpesgő volt, de forró tea és forralból is várta a versenyzőket a célban.